Brahma Sivája. Sok szeretettel köszöntöm Chongan Sunim apátot, az eredeti fénytemplom, zen templom apátját. Az a helyzet, hogy edzésben vagyunk, hiszen nemrég ott voltunk együtt a Búbánat völgyben, és ezt az eseményt folytatjuk az előre kiadott címen. Igyekszünk úgy tenni mindent, hogy önálló előadásként lássátok a mai találkozót is. Természetesen egy meditációval hangolódunk rá. Megkérlek benneteket, hogy mindenki a legkedvesebb meditációs tartását vegye föl. Hát, nyak, fej egy vonalban. Kezünk a térdünkön, Chinmudrában, vagy a megszokott buddhista tartásban. Orrunkon keresztül lélegzünk nyugodt hasi légzéssel. Figyelmünk a kiválasztott fókuszpontunkon, aki inkább érzelmi alapon működik a szívén, aki inkább racionális, az a két szemöldöke közé figyel. A jól ismert Om mantrával fogunk meditálni hangosan, és utána 3 percig mentálisan. Tisztelt zen vendégeink, tisztelt Sivananda joga közösség, tisztelettel megkérem az apát urat megnyitó gondolatainak előadására. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon jó érzés ismét körötökben lenni. Hálás vagyok a meghívásért. Egyben leborulással és tisztelettel fordulok a teljes jóga átadási vonal felé. Írott történelmünkben Patanjalitól kezdődően egészen mostanáig, illetve a zen pátriárkák felé, akik szellemileg szintén jelen vannak ma este. És be kell vallanom, hogy egész addig, amíg a közös előadás gondolata nem fogalmazódott meg, én csak rövid szemelvényeket olvastam Patanjali jóga szútráiból, és amikor fel kellett készülnöm, akkor jöttem rá, hogy
a mészerkezetben egymásra mosolyog a két hagyomány. Hagyjuk az azonosság és különbség hegy hasonlatát, ez lejárt. Azt nézzük meg, hogy pontosan a két hagyomány nézőpontja hogyan segíthet. És egy pár gondolatot kijegyzeteltem, amely számomra nem a szavak újraértelmezése, hanem egy nézőpont beállítása és bizonyos szabályok működés észrevétele. Ugye a zenben van az az önkép, amely minél jobban különbözik az önvalótól, annál nagyobb szenvedést okoz, és annál több szenvedtetést kell, hogy elviseljen. És a Szárdanapáda 20-as szútrája, Uram, bocsáj, így szól, a látó maga a tiszta tudat, és bár tiszta, ez mégis a csitta gondolat hullámaival azonosul. Hát, hölgyeim és uraim, ez pontosan ugyanazt mondja, aztán később az ahamról vagy ahamkáráról is hallasz, ami az én képet hozza létre. Patanjali annyira transzparens és gyönyörű képet fest a vrittikről, hogy amikor arról van szó, hogy ez az öt fajtája van a vrittiknek, Szamádipáda 6-os szutra, gondolathullámoknak, tehát helyes tudás, helytelen tudás, képzelet, alvás és emlékezet. És ez azért húsba vágó, kérem szépen, mert a helyes tudás is vritti. Az is tudatmozgás. Az endben ezt így tőből kivesszük, amikor azt mondjuk, hogy ha kinyitod a szádat, hibázol. Egyetlen szót szólsz, és a pokorra jutsz. Ez egy kicsit erős, és ugyanannyira nem felhasználó barát, mint mondjuk egy mésszel kikent tehéntrágyával elegyengetett kunyhóban éveket tölteni, mert ez volt az eredeti. De a helyzet az, hogy enélkül nem tudná haladni az úton. Tehát az út az nagyon világos és nagyon illúzióvesztő mind a két esetben. És például egy olyan helyen, ahol a Szárdanapáda 24-es szútrája azt mondja, hogy a kapcsolatnak az érzékszervi és az érzékelt, tehát az érzékelés tárgya és az érzékelő között maga a tudatlanság, itt viszont vissza kell menni az eredetire, hogy tényleg a tudás hiányzik, vagy a látás nincs meg. Tehát az avidjáról beszélünk, vagy pedig a gnyána hiányáról. Mert a tudás hiánya manapság nem fenyeget senkit. Lenyomsz egy Enter gombot, és így megjelenik gigabájtnyi adat előtt. És mégis annyira nem látunk. Annyira be van fedve a csitta tartalmával a tiszta, tükörszerű eredeti tudatunk, hogy ez a nem látás az oka a rengeteg duális reakciónknak. Tovább menvén, nem szoktuk szeretni a szabályokat, mert mostanában olyan szabadságmániás emberiség alakult ki, miközben bürokráciák gigabájtjait engedjük át magunkon, és azt mondod, hogy ez kényszer. Nem, ezek a szabályok, azok a választások, amelyek mentén élsz. És uram, bocsá, Szárdanapáda 31-es szútra mit mond? Ezek a jámák vagy tiltások nagy fogadalmakká válnak, amikor nem korlátozza őket társadalmi osztály, hely, idő vagy körülmények. És tessék ennek a bölcsességébe belegondolni. 2400 év mínusz. Tehát tessék így ennyit visszapörgetni az időben. És van valaki, aki ezt kimeri mondani. Tehát amikor nem korlátozza társadalom, stb. Az mit jelent? Hogy az írott törvény nem írja fölül az íratlant, és nem parancsolatként kapod, hanem felismerésként viszed. Na, ez nem mindegy. Szárdanapáda 48-as szútra. Az ászana tökéletesítésével a jógit nem érinték többé az ellentét párok. Ugye, zenesek, amikor a dualitások meghaladásáról és a nem tudható tiszta tükörszerű tapasztalatáról van szó, ugye ez ismerős. Remélem. Miért? Mert az ászanák úgy tűnik, hogy nagyon sokfélék, sokféle sorozat van, de hogyha te kitartod a lótuszt vagy a fél lótuszt, akkor mozdulatlanul, sokáig, erőfeszítés nélkül és derűsen kitartod ezt a pozíciót.
többször 50 percig nálunk a templomban naponta. És hogyha tényleg nem érint meg a duális karma, a saját elmehullámaid és mások elmehullámai, akkor tudsz megszabadulni a karmától. Amíg viszont az azonosulás fennáll, a kényszerű reaktív tudat is fennáll. Hogyha te valaki által mássá leszel, mint akivé szeretnél lenni, akkor a reaktív tudatod ural téged. Nem pedig te a jóga útján uralod a reaktív, a vrittiket nanoszekundum alatt megteremtő csittádat. És ez nagyon fontos. Tehát a pillanatban való tiszta jelenlét az azon mérhető le, hogy a te reakciód az éppen most állatot, démont, istent, félistent, bodhiszattvát, jogit vagy szidhát csinált belőled. Te kivé váltál azáltal, hogy most éppen gondoltál valamit, vagy érzel valamit, vagy éppen tennél valamit, de Úristen, ha megtennéd, akkor mi lenne? Vagy ha kimondanád, amit most nem mondasz ki, mert fegyelmezett vagy, akkor mi lenne? Úgyhogy ezek azért nagyon, nagyon-nagyon sarkalatosak, mert mindennek van gyümölcse. Még a Szárdanapádánál maradva, aztán rögtön ugrunk a Vibhutira. Itt van egy olyan mondat, Szárdanapáda 21-es. A látott természete csak is a látó céljából létezik. Itt nekem akadta a fogaskerék. A látónak van célja? Tehát az Átma Brákmannak, hogyha elnevezzük, mert eredetileg neve meg formája az nincs. Ha elnevezzük, akkor itt már van cél. Ez nem egy olyan állapot, ahol a cél és a nem cél mondjuk találkozik. És itt megfontolásra javaslom, hogy a látott természete csak a látó nézőpontjából létezik. Tehát ez egy nézőpont kérdése, hogy valaminek az ilyenségét hogyan látod, az azságát, szanszkritul tathatá, vagy búta tathatá. Tehát a te nézőpontodból létezik úgy a világ, vagy a másik ember ahogy. És ez már az avatás szintjére, a személy szintjére le van fordítva, de a látó, a nem keletkező, a nem szűnő, annak eredetileg nincs célja. Sőt, nincs cél hiányában sem. Úgyhogy akik eddig ezt másképp tudták, tudják továbbra is másképp, de ezt megfontolásra javaslom, hogy innen is nézd meg, hogy ez neked mit mond. Beszéltünk a Szamjámáról a múltkori két héttel ezelőtti előadás során. Koncentráció, meditáció és szamádi, tehát dárana, gyána és szamádi. Itt nagyon érdekes az, hogy egy célkövető rendszerben az 1, 2, 3 így egymásba mutat, abban a pillanatban a lézersugár célba talál. Tehát az alany, a tárgy és a köztelévő eszköz. Nézzünk, hogy a tudat, tárgy, dárana, amikor meditálsz, belül mit csinál? Összeszedi az összes gondolatodat, a viksiptából ékagrát csinál, az énből elkezd éntelent csinálni, és amikor elindulsz a gyánán keresztül a szamádi felé, valójában mi történik? Egy ideig tudod követni az énséget, hogy vékonyodik el. Egy ideig látod, hogy hogyan lazul föl a falad, és hogyan megy vissza az önvédelmed a nulla felé. Ha engeded, akkor a szamádi berántja az énedet úgy, ahogy a cseppet vonza a tenger, és egyszer csak belecseppen a tengerbe, és azzá válik. Na most ezzel miért kell vigyázni? Mert a cseppből hirtelen tenger lesz, és te, mint avatár elhiszed, na akkor én most tenger vagyok. Vigyázzunk. Ez már akkor nem volt igaz, amikor kimondtad, hogy én. Akkor megint a cseppség megjelenik. Tehát a tenger az csak a tenger. Merjél nyugodtan eltűnni benne. Nincs az a semmi baj. Miért? Mert itt van a tengerbe való visszatérés mozdulata, Vibhuti Pála 11-es, amikor a csitta minden irányúsága, tehát szétszórtság, érted? 2400 évvel ezelőtt szétszórtságról kellett beszélni. Eltűnik, ez a szétszórtság, figyeled? Követed? Jó. És az egyhegyűség megjelenik, akkor azt mondják, hogy a csitta keresztül megy a szamádi módosulásain. Tehát a pici, a csitta, beleolvad a nagyba. És ezek a módosulások rajtad nyomot hagynak. Ha enged, hogy ez nyomot hagyjon rajtad, mert mi a frásznak csinálod az egészet? De itt nyugaton általában az meglévő instruktúrát szeretnénk így glettelni, meg foldozni, meg csiszolni, meg újra festeni.
Ez nem megy. Tehát amikor te gyakorolsz, akkor te az önképedet hátra kell hagyjad. Mert ha nem, akkor gyakorlatilag a jelenlegi faladat vastagítod az eszközrendszerrel. Nézd meg az Aszklépioszi szentély serlegét, két kígyó megy bele. Miért? Miért? Ugrunk Pajcsang zenmesterre, Tang dinasztia, templomi szabályaink onnan vannak, hogyha tehén issza meg a vizet, a vízből tej lesz, ha kígyó issza meg a vizet, a vízből méreg lesz. Ezért tessék nagyon vigyázni, ezt egyébként nagyon szépen kimondja és kimutatja Patanjali is, és itt van egy nagyon fontos pont, aki a Vibhuti-ban a 19-es és a 20-ast megnézi, tessék el elmélkedni egy kicsit. Mások elméjén végzett szamjáma által az ember megismeri mások elméjét. Nagyon fontos. Tehát ez, amikor úgy érzed, hogy valaki olvas benned, az olyan koncentráció, olyan lágy, olyan finom, hogy mint a szél így átmegy rajtad. Ez a szél, ez nem kap semmilyen akadályt a tárgyáltal. Egyszerűen átfúj rajtad. És a következő, a 20-as mit mond? De nem valaki más elméjének a tartalmát, mert az nem a szamjáma tárgyana. Itt tessék nyugodtan megállni és megkülönböztetni. Megismered mások elméjét, de nem nyúlsz bele a tartalmába. Aki a zen körnél a 270 fokot egy picikét abolygatta, az a mágia és a csodák birodalma. Itt Patanjali nagyon-nagyon visszafogottan nem beszél ilyesmiről, csak az, hogy mit tudsz elérni. És mit tudsz elérni, az ott van a Vibhuti pádám, hogy iszonyat óvatosan tessék ezzel bánni. Mert az, hogy megismersz egy másik embert, az szerintem kellemes kötelességünk, néha kellemetlen. De az, hogy más elmének a tartalmába te úgy nyújj bele, hogy téged nem hívtak oda be, az illetéktelen, az etikátlan. És ezért kell nagyon-nagyon óvatosan megállni a határnál, hogy én megismerlek téged, de nem akarom tudni a gondolataidat. Megérezlek téged, de nem nyúlok bele az érzelmeidbe. Oké? Okay? Tizenhetes, Vibhuti. A szó, jelentés és elgondolás kölcsönös azonosítása miatt ezek összekeverednek, de a különbségükön végzett szamjámával az ember szertesz minden teremtmény hangjának a megismerésére. Itt a följebb a 14-esben mondja, hogy ez micsoda. Alapanyag, dharmi, a múlt, jelen és jövőbeni dharmák minőségének az alapja. Tessék átolvasni a teljeset, hogy a kontextus meglegyen. Miért emeltem ki a 17-est az előbb? Azért, mert itt minden teremtménynek nem ez az akusztikus hangja, hanem a rezdülése. Az a frekvencia, amit te kibocsátasz magadból, az nagyon specifikus, olyan, mint az új lenyomatod. Szabad fordításban azt mondanám, hogy a jelenlétének a megtapasztalására. És ez a jelenlét, ez a belőled kijövő karma úgy, hogy te még nem csináltál semmit, csak megjelentél, meg se szólaltál, meg se mozdultál, de belőled már van valami, ami a rezgés, a jelenlétbe beáramló információ. Na, aki kvanszembolszál gyakorlatot folytat, ez a mahajánában a kvan, perceive, felfog, se, világ, és az pedig a rezdülés, vagy hang. És itt arra sarkalnék mindenkit, hogy nehogy azonosítsa ezt a hangot ezzel a beszédhanggal, mert ez nagyon kicsi. Egyébként a beszédhang színében, rezdülésében, forrásában is benne van egy csomó minden, amit ki lehet hallani, ami nem az üzenet maga, hanem az üzenetet aláfestő tartalom. Tehát mi történik akkor, ha te egyhegyűen tudsz figyelni és a térben jelen lenni? Mindez elkezd történni, de amit hallasz, az itt a magas iskola. Hogy mi mindenre lehetsz képes. A kérdés viszont az, és már is a bevezetőnk vége fele ugrunk, hogy ezzel te mit csinálsz? Ugyanis a Vibhuti-ban itt van 33-as, mindez az intuíció fénye által érhető el. Amikor az ember azt mondjuk, például amikor a koan megoldásokkal küzdesz, és bejössz az interjú szobába, és egyet csapsz a tenyereddel a padlóra, és akkor a niroda állapotát, a nem tudomot fölveszed egy pillanatra,
akkor ebben a tükörben az intuíció fénye által látszik a koan megoldása. És amikor ez a megoldás megvan, akkor nem gyártasz rá egy reakciót, egy újabb vrittit, amivel lefednéd a tükrödet, és a következő koant hazavágnád. Ezért mondjuk pillanatról pillanatra tartsd meg a tiszta tudatot, és az intuíció fénye, az az önvalód spontán megnyilvánulása az adott pillanatban. Úgyhogy akik például koant gyakorolnak, azok szembe kerülnek az elme paradoxával. Akik nagyon sokat ászanát és pranayámát gyakorolnak, azok szembe kerülnek a test és az energetika paradoxával, hogy olyanra vagy képes fizikailag, amiről 6 hónappal ezelőtt a legvérmesebb álmodban sem gondoltad volna, hogy fizikailag meg tudod csinálni. De mert ide jössz, és tanulsz, és ászanázol, és pranayámát, és hallod az elméletet, és a gyakorlatot követed, ezért képessé válsz rá. Ezért meg tudod csinálni. És korán sem a végső kérdés, hogy ezzel az intuícióval, amit ilyen nehéz munkával te elértél, mit csinálsz? Csak az érzékszerve fölött maradsz? Tehát van olyan hallás, ami itt írja a Vibhutiban később, olyan szamjáma, ami érzék fölötti. Tehát nincsen határozott tárgya, csak nyit egy csatornát, megnyit egy teret, és abban a térben, tehát nagyon tudatosan jelen vagy, mert a tudatod megáll már tárgy nélkül. Már nem kell neki tárgy, hogy ő a létét biztosnak tudja. Ez az a pohár, képzeld el, itt lehúzol a vízről, és a víz pohár alakban megmarad a levegőben. Mert a tudat már ennyire önálló, ennyire tiszta és ennyire erős, ezt meg tudod csinálni, csak pár évtized gyakorlat kell hozzá. De még mindig az a kérdés, hogy ha mindez megvan, akkor mit csinálsz? Mit csinálsz? És nem lőjük el a poént, és itt van a Vibhuti utolsó mondata, amikor a jógi felfedezi a csitta és a purusa tisztaságának hasonlóságát, eléri a megszabadulást. Nálunk ezt úgy mondjuk, hogy amikor énséged és karmád egyaránt ellobban, akkor belépsz a teremtetlen üdvösségébe. Ez az ehhez hasonló mondat. Tehát ugye csitta az elméd, a purusa az a teremtő elv, és amikor ennek a kettőnek az eredeti nem létezését belátod, akkor ez a tisztasága, nehogy azt hitt, hogy valami perszil vagy egyéb mosóporral való tisztaság, ezt felejtsük el. Hanem a teremtettségét belátod, akkor a teremtőbe be tudsz lépni belül. És itt vagyunk már a cél egyenesben, és Kaivalya Páda kedvencem, 18-as szutra, a csitta vrittiei mindig ismertek a gazdájuk, vagyis az önvaló számára, mert ez utóbbi örökké változatlan. Ez gyönyörű. Tehát ha te nem ismered a saját vrittieidet, akkor mi történt? Ragaszkodsz az avatárhoz, ragaszkodsz a személyhez, ragaszkodsz az ahamhoz, az önképedhez. Mert az önvaló tükrében minden vritti úgy látszik, ahogy van. Ez a Wei Wu Wei kínaiul, a nem mozduló és a mozduló tökéletes egységben. Úgyhogy minden elem megvan, csak kicsit másképp van összerakva. Úgyhogy mindenki szépen szája íze szerint használja. Miért? Ugye beszélünk a jogacsárában 14. pátriárka, Nagarjuna, a jelenségek eredeti tulajdonságok nélküliségéről. Tehát ez gyönyörű, miért? Mert ez a bot nem mondja, hogy bot, nem mondja, hogy kétféle színű, nem mondja, hogy rövid vagy hosszú, ezt mi mondjuk a mi kis csittánkkal, jó sok vrittit legyártva. És erre 25-ös szútra Kaivalya Pádában mit mond? A jógi számára, aki intuitív látással rendelkezik, az önvalóról alkotott különféle elképzelései teljességgel megszűntek. Ez a teljes nem tudom állapota. Tehát a nem tudható, de tapasztalható önvaló. Tehát ennél tovább ne várd, hogy ő megy, mert nem mehet. És te se. Tehát csak azért, hogy halljad. A jógi számára, aki intuitív látással rendelkezik, az önvalóról alkotott különféle elképzelései teljességgel megszűntek. Meg kell, hogy szűnjenek, különben vrittik halmazait, nézd meg a helyes tudásról mondottakat, még állandóan a helyes tudás rabságában élnél. Ezért, ha nagyon okos vagy, és elhiszed a saját csittádnak a kreálmányait, azt a hatalmas bölcsességet, amit te annak gondolsz, akkor itt a saját elképzeléseid megakadályozzák azt, hogy a szamádi végső állapotába belépj, és így az intuitív látással rendelkezz.
Tehát ne tudjál, légy szíves, hanem tapasztalj. Teljesen tárgyatlan, tiszta, tükörszerű, jelenlévő tudattal. És akkor te még bent vagy a kunyhódnak a belsejében. Elérted ezt az állapotot, kinézel, ott vannak a támogatóid, akik leraktak minden nap valamit a kuti elé, ott van a tanítód, valahol az ásramban, ahonnan téged a kunyhóba bocsátott, vagy a folyó partjára, és ott van a közösség az ásramban. Na most itt ebben a helyzetben a jóga megállt Patanjali tollából, mert meg kellett, hogy álljon. Nem kellett használati utasítás, hogy ezt kulturálisan te hogyan integráljad, hogyan fordítsd le csoportkarmára, családi karmára, páros karmára, egyéni karmára. Egyén volt, egyé vált a világegyetemmel, tapasztalta az Atma Brahman nagyszerűségét, és ennyi elég. Az összes többi adott, az összes többiről nem kell beszélni. De itt igen, két okból. Egyrészt eltelt 2400 év, és az emberiség állapota katasztrofális, tehát a csittáknak a tartalma az olyan nehéz, olyan sötét, és olyan borzasztóan tamasztikus, hogy már a pozitív rajasz is egy kincs, a szatva meg olyan messze van, mint Makó Jeruzsálemtől. Ez a baj. Tehát hogyan integrálod az életedbe, egy közösségbe azt, ami nagyjából az egyén megvilágosodásáról szólt? Zenesek, Téraváda és Mahajána közti módszertani különbség. Tessék nagyon ide figyelni, mert ez a Téraváda gyökere. Tehát a keleti szerzetesség, a szannyasin, a novícius, samanéra, teljesen felavatott biksu alapja az ez, amit hallasz. Tehát, hogy ezt meg kellett valósítani, társadalomból ki, barlangba be, kutiba be, ásramba be, és akkor te csinálod mindazt, ami erről szól. Utána mi van? Hogy adod vissza? Hogyan hálálod meg? És ekkor merem a nyolcrétű ösvénynek a lényegét idehozni, hogy helyes nézet. Ha ez megvan, akkor tényleg helyes a nézet. Helyes hozzáállás, helyes cselekvés, helyes beszéd, helyes életvitel, helyes erőfeszítés, helyes elmélyedés és helyes felébredés. Miért? Mert kiderül, hogy mindezt nem magadért csináltad. Nem azért, hogy neked jó legyen. Hányszor láttad be a gyakorlat folytán az énséged illúzióját? Hányszor? Hogy eredetileg az nem létezik. Tehát mocsára nem építünk felhőkarcolót. Úgyhogy onnantól kezdve, hogy látod azt, hogy ez nem rólad szól, hogy tudod közkincsé tenni, hogy tudod felajánlani másoknak, hogyan tudsz segíteni vele. És itt a hagyományvonalnak a jelentősége kidomborodik. Ezért van guru vonal, ezért van param-param, ezért van tanító-tanítványi átadás, ezért kell tisztelettel fordulni a tanító-tanítás-tanítványi közösség felé, mert különben ez a hagyomány és a többi autentikus hagyomány sem marad fent. Tehát a kedvencem az, amikor egy nagyon régóta tőlem tanuló és minden megtévő lénynek azt mondja, hogy bocsi, eljönnél egy picit segíteni a templomba? És hogy nincs rá időm. Hogy? Minden szellemit tőlünk kaptál. Kérted? Kaptad. Évek óta tanulsz. Évek óta gyakorolsz. Évek óta tisztulsz. Akkor ezt most hogy? Tehát mit nem láttál? Nem, semmi irracionális, semmi lehetetlen nem hangzott el. Nincs rád időm. Templomra sem. Az azt jelenti, hogy itt valami nagyon-nagyon félrement, nem a szútrákban, a gyakorlóban. Tehát megmaradt az az úgynevezett spirituális önzés, hogy az én utam, az én gyakorlatom, az én énem még mindig fontosabb, mint az, amitől az utat kaptam, vagy akitől az utat kaptam. És éppen ezért tessék csak arra gondolni, hogy mennyit fordítasz úgy önfenntartásra, mennyit fordítasz segítségre, mennyit fordítasz átadásra. Mert itt, ahol ennek a szútra négy fejezetnek vége van, tehát, hogy nézd, szádana páda? Én ezzel kezdem. Hiába van szamádi páda az elején, ezt szolgáld meg. Szamádi páda gyakorolsz. Elmerülsz, elmélyülsz. Utána viputi, tehát van eredmény. És utána kaivalja a gyümölcs oldal. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy az egészet lásd, és benne a szerepedet lásd, hogy tudj hálás lenni. Tudd a karma négy osztályába egyéni, páros, család és csoportos integrálni azt, amit elértél, mert ha nem,
akkor újra rád keményedik az énséged. Most már spirituális tapasztalatokkal dúsítva, és nem szabadulsz meg az önzéstől, ami a szenvedés gyökere. Úgyhogy köszönöm, hogy ezt a kicsit hosszabbra sikerült bevezetőt meghallgattátok. Tisztelettel várom Omkára reakcióját, így kezdem egy kicsit izzadtan érezni magamat, de semmi baj, utána pedig a kérdéseiteket fogjuk hallgatni. Köszönjük szépen! Én egy praktikus kérdéssel folytathatom el. Azt szeretném megkérdezni, hogy a porszívójához, amikor megvettétek a porszívótokat, ki az, aki kapott használati utasítást, azt tegye föl a kezét. Akkor megfordítom, ki az, aki nem kapott a porszívóhoz használati utasítást. Ki az, aki a mobiltelefonhoz nem kapott használati utasítást, vagy nem volt letölthető az internetről a használati utasítás. Csak iszol, nem jelentkezel, igaz? Jó. Úgy tűnik, hogy a tárgyainknak van használati utasítása. Vajon nekünk van-e használati utasításunk, és hol van ez? És ha minden tárgyunknak van használati utasítása, akkor miért nem zavar bennünket az, hogy nekünk nincs használati utasításunk? Ha rosszul működünk, akkor nem tudjuk élvezni a tárgyainkat, beleértve a testünket, mint tárgyat. Miért nem akarunk magunknak használati utasítást? Van használati utasítás. Sunim éppen most kezdett beszélni a használati utasításról. Igen, 2400 évet említett, mondhatott volna sokkal többet is, hiszen maguk a 2400 évvel ezelőtt rögzített szutrák semmi más nem tükröznek, mint a védáknak a praktikus, hétköznapi alkalmazását. Ugye itt nagyon lelkesen énekeltük az Om mantrát, ahogy az elején énekeltük ki. Még ezt is ezek az indiaiak, ezek minden precízen kidolgoznak. Olyan precízen, hogy létrehozták a sakkot, asztrológiában fantasztikusat alkottak, fémötvözésben fantasztikusat alkottak. Nem lennének számítógépek ma, ha római számokkal dolgoznánk, és nem jött volna át az indiai számrendszer az arabok közvetítésével. Igen nagy szégyen az, hogy ezeket arab számoknak nevezzük, mert mindenki tudja, hogy ez az indiai számrendszer, a tízes számrendszer. Maga az Om mantra is az úgynevezett Mandukya Upanishadban, ezt a Upanishadokat, ezt a közelülés szóból szerkesztik. Ez a védáknak a negyedik része, és amik a védáknak a negyedik részében, ezekben az Upanishadokban le van írva filozófiaként, azt alkalmazza Patanjali ezekben a szutrákban, amik itt vannak. Ez a mi használati utasításunk. De akkor megkérdezed, hogy ő neki ugyanaz a használati utasítása, mint neki? Abszolút nem. Hát akkor Patanjali hogy csinálta ezt? Azért volt mindig mester és tanítvány, azért volt mindig guru parampara, tanító, tanítvány, stb., mert amikor megkaptad a szutrát, hozzá se tudtál szólni. Valaki azt mondta, hogy neked ezt kell csinálnia, de neki az ellenkezőjét. Ugyanarra a szutrára vonatkozóan, mert amikor kiválasztjuk, hogy leszületünk ide a földre, választunk egy anyát, apát, választunk egy földrajzi helyet, választunk egy időminőséget,
nem tiszta, üres lappal jövünk ide a földre, ami azt jelenti, hogy nem lehet ugyanazt a porszívó használati utasítást minden porszívóra átadni, ugyanúgy mind a 8 milliárd embernek egyéni használati utasításra van szüksége. És a szutrákat így lehet személyre szabva csinálni, ameddig megmarad a guru parampara, a mestertanítványlánc, amíg még marad egy-két alázatos tanítvány, mert hát mit csinál? Fogja magát, eljön joga oktatói tanfolyamra, és a omkár, figyelj ide, nekem is ugyanolyan oktatói papírom van, mint neked, indítjuk a központot. Egyformák vagyunk most már, igaz, hogy te 30 évvel ezelőtt kezdted, de nézd meg, egyforma a papír, nézd meg. És most már fősé veszem a telefont. Elnézést. Tehát menjünk vissza, hogy akarjuk-e egyáltalán, hogy legyen használati utasításunk, mert ha nincs használati utasításunk, akkor nem azt csináljuk itt ez alatt a 80-100 év alatt, amíg élünk, mint amit kellene csinálnunk. Volt egy Stanislav Gróf nevű cseh származású filozófus, pszichoterapeuta, és még sok mindent mondhatnék, még talán azt is, hogy a transpersonális pszichológia egyik atya, aki a feleségével kifejezetten vizsgálta a haldoklóknak a viselkedési szokásait. Mivel töltik az utolsó időszakot? És egy nagyon érdekes következtetés jött le az írásból, nevezetesen az, amikor már valaki érzi, hogy nincs visszaút, már biztos, hogy el kell menni, akkor kezdi észrevenni, hogy az egész 90 évét, 70 évét, 60 évét, 50 évét az annak ellenére csinálta, mint amiért idejött. Hát ennél nagyobb bukás egy halálba nem lehet, mint amikor rájössz arra, hogy nem azzal töltötted el ezt az időt, mint amire idejöttél. Tehát, hogy visszamenjünk megint a mi világunkban, lehet sokféle utat bejárni, vannak nagyon divatos nyugati módszerek is természetesen, amik segítenek neked a használati utasításod megtalálására. Ezek általában zseniálisak, mint például a transpersonális pszichológia atya, aki fogta magát, és felállította a szükségletek hierarchiáját. Mindenki, az egész világ tudott róla. Philip Kotler ilyen vastag nagy marketing könyvébe ekkora rész foglalkozik a szükségletek hierarchiájával. Abraham Maslowról beszélek. Mit csinált? Fogta magát, leporolta a csakrákat, szépen átírta angol elnevezésekkel az egészet, és az egész nyugati világ éhgyomorra kajálta éveken keresztül, vagy évtizedeken keresztül. Nem volt benne annyi, hogy azt mondta, hogy gyerekek, ezt 20 méteres gumicsöpön Indiából szoptam. Szépen fogtam magam, és átírtam a szöveget, és így már mindenki számára emészthető. Mondhatok egy rossz szót Abraham Maslowra? Abszolút nem fogok mondani. Elégyőző, nem is élt túl sokáig. Elcsúszott az olajon. De az nem a gumicsőből jött. Az a Maslowból jött. Jó. Tehát, ha belenézzünk megint a divatba, amit látunk kinn az ezotérikus piacon, ami semmi más nem csinál, mint fogja magát a Védákból jött Patanjali jóga szutrákat, szépen átmentik a pszichológiába. Ugye a pszichológia szintén tisztel, hány pszichológus van ma itt? Már nem mernek jönni, amikor itt vagyunk. Az a helyzet, hogy nagy szeretettel... Egy van, de szerény. Nagy szeretettel... De egyszer meg fogod tanulni, nagy szeretettel akkor pszichológus lesz.
tisztelettel vagyok a pszichológia különböző irányai iránt is természetesen, hiszen nem egy feladatunk van. Hiszen a jóga pszichológia az komplett önfejlődési program, egészen az aljáról a tetejéig. Van neki gyökere, van neki alapja, az univerzum, az anyag első megnyilvánulásától kezdve, ahol szétnyílik a három sajátosság, a szatva, a rajas és a tamasz, onnan végig vezeti az egész személyiséget, és azt mondja, hogy egészen addig, amíg rá nem ébredsz arra, hogy az egész anyagvilág tulajdonképpen egy fantasztikus színpad számodra, és ez a színpad ez játékkal van teli, ha komolyan veszed, akkor ráfázol, mert nem lehet komolyan venni, mert ha valamit nagyon komolyan veszel, akkor elmegy a derű az orcádról, és az életet az derűsen praktikus élni, sőt, mi több a jóga írások is azt írják, hogy a jógát derűvel kell gyakorolni. Egy szó mint száz, tehát megvan a pszichológiának is a maga lehetősége és korlátja, az egy külön korlát a pszichológiának, hogy nézzetek, miről szól a pszichó, az a lélek, lógia az a lélektudomány, és az ateizmusban Oroszországban fantasztikusak voltak pszichológiából, csak nem volt psziché. Csak lógia. De mégis nagyon jók voltak belőle, azért, mert a pszichológiának nem pszichológia valós neve, hanem elmelógia. Ugyanis a lelken, vagy önvalon, vagy tiszta tudaton nem tudsz semmit se gyógyítani, mert időtlen, változatlan, örökkévaló, hozzá se tud szólni. Maximum meg tudod tapasztalni, ahogy Szunim mestertől az előbb hallottuk. Tovább lépve, még a pszichológia talaján maradva, természetesen, ahogy az előbb hallottuk, egy nagyon furcsa világban vagyunk, ami a Kali Yugának sajátossága. Ez, amit itt külön Szunim is egy picit hangsúlyozott, hogy a jóga nem az ászanákkal kezdődik. Nagyon messze vannak az ászanák. Az első az ego lebontás a szolgállyal. Amíg nincs szolgálat szellem, addig nincs közösség. Amíg nincs közösség, nincs hely, ahol tanuljanak. Ha nincs hely, ahol tanuljanak, elveszik a tradíció. Tehát az első a szolgálj, a második a szeres, a harmadik az adakoz. Ha nekem is kevesebb van, hogy adnék már nektek? Miért nem tudsz mosolyogni egyet legalább? Nem lehet mosolyt adni, csak nem adok semmit nektek, akkor nekem kevesebb mosoly marad otthonra. És utána kezdődik, itt látod a tisztújba az ászanát, mert azt beszéltük már a búbánat völgyben is, hogyha meg akarom nézni magamat a tükörbe, és a tükör teli van szutyokkal, akkor nem magamat látom, hanem a szutykot. És amíg a szutykot ki nem pucolom erről a tükörről, addig nincs én kép, nincs önvaló. Ha letakartam, akkor szokták azt mondani, hogy ekkor a látó önmagában honol. És utána, amikor már egy kicsit tisztultam, nagyon gyorsan tisztuláshoz mi tartozik, a jógászanák, testtisztító gyakorlatok, pranayáma, hagyd ne soroljam tovább, meg van nyilvánvaló a buddhizmusnak is a módszere, vagy a jógában az ászana definíció, amit itt hallhattunk, ászanát végzel akkor, hogyha egy jamáig ki tudod tartani. Vesztelenül, lazán. Egy jama, három óra. És akkor valaki fogja magát és leül végre. Omkár, azt mondja, 10 percig tudtam ülni, felállni már nem tudok, mert zsibba találni. Akkor kezdődik a meditáció,
És a meditációnál is, legalábbis a Kurma Purána szerint akkor meditálunk, ha legalább 12 másodpercig, azaz, hány másodperc, az már 144 másodpercig, képes vagyok egy objektumot a figyelmem fókuszában úgy tartani, hogy az semmi nem zavarhatja meg. Tehát a busz se, a villamos se, az izzadságom se, a melegem vagy a hidegem se, mert annyira fókuszált állapotba kerülök, és utána jön itt az utolsó fázis, a valósíts meg önmagad. Ezt az egész folyamatot évezredek óta egy triászba, egy hármasba csinálták, tanító, tanítás, közösség. Ebben teljesen egységben vagyunk a buddhizmussal. Visszatérve a pszichológia területére, azt kell megértenünk, hogy az emberi önkiteljesedésre emberek ezreiből egy érdeklődik. A pszichológushoz pedig bárki szerelmi bánata van, káosz csinál az elméjében, depressziós lesz, stb., akkor nem kell eljönni ide, hanem itt van a jelöltünk, aki nagyon sokat fog tenni, hogy kijöjjön abból a mentális betegségből, amiben benne van, és egészen biztos, hogy a jógaoktatótól semmiféle pszichiátriai gyógyszert nem fogsz kapni, mert az az nem is a pszichológus, hanem a pszichiáternek a feladata, hogy kapjon. Hogy a kérdésekre bőven jusson idő, azt szerettem volna elmondani, hogy nagyon szép utat járnak be a transpersonális pszichológiát gyakorlók, független attól, hogy leporolják a régi írásokat, vagy nézd meg Jungnak az írásait, éjgyomorra kajálja a félvilág több évtized után is Jung írásait, mert mit csinál? Lát egy indiai képet, mindenféle színes isteneket lát, és azt mondja, én nem akarok valláshoz menni. Menjél Junghoz. Azt mondja, hogy tudatalatti. Azt mondja, hogy archetipusok. És megnevezi azokat a mentális minőségeket más néven, és oda már ehető a nyugati számára, mert ha azt mondom, hogy Vishnu, Shiva, ilyen dévi, olyan dévi, jaj, bemegyek a hindu vallásba. Nem mész be, mert a hinduizmus a jóga kategóriáiban is gyakorlatilag mentális aspektusokat testesítenek meg különböző elnevezett személyiségek. Mint például, ez is tömény jóga pszichológia, mikor egy jógaoktató elkezd jógaórát tartani, először leül, és azt mondja, hogy itt ülök omkárként egy gyarló 21. századi jógaoktató vagyok. Nem tudok sokat adni neked, de az áramszedőt bedugom a kozmikusba, fődugom magam a konnektorba, akkor behívom először a tudatomba Ganesha aspektusát, aki segít nekem elhárítani a jógaóra útjában álló akadályokat. Utána behívom Guhát, Subramányát, Kartikéját, hogy pozitív légkör legyen ebben a teremben, mint ahogy most is erre van szükség. Ha ezt már végre megcsináltam, akkor próbálom behívni Saraswatit. Nézd meg, milyen gyönyörű. Adjon nekem egy kis tudást. Ahogy előadok, próbáljam meg úgy elmondani, amit akarok, hogy az átmenjen hozzád. Mit érsz vele, ha én ide kiokádok egy csomó szanszkrit kifejezést, és hazamész, ez az omkár nagyon okos ember lehet, de semmit nem értettem abból, amit mondott. Úgy, mint a patikussal beszélnél. Tehát behívom ezt az aspektust a tudatomba azért, hogy képes legyek szépen átadni azt a tudást.
A következő behívom a tanítómat. Segíts, Sivananda, ha eddig ennyit tudtam tanulni tőled, akkor segíts ahhoz, hogy ezt tovább is tudjam adni. És a végén behívom a természetanyát, Narayanit, az anyagvilág minden aspektusát, hogy minden anyagi forma járuljon hozzá, hogy ez sikeres legyen. Ez vallás, amit elmondtam? Nem. Abszolút nem. Pszichológia. És tulajdonképpen ugyanez lehet a buddhizmusnál is, bár nem vállalkozom most, hogy Buddhából hosszabbakat adjak elő, ugyanez jelenik meg a hitem szerint a buddhizmusnál is, hogy hát a buddhistáknak nincs is istenük, te. Van egy személyes istenük külön? Egy személyű, az nincs. De több, az van. De jó nekik. Hát attól függ, hát melyik, hogyha téravádából kérdezed, ott aztán csak szabályok vannak, meg nirvána, kicsit túl egyszerűsítve, de Vajrayana, azaz Tibet, ahol azért az indiai kultúra vastagon jelen van, ott aztán annyi istenséget tapasztalsz, hogy amennyit szeretnél, és hívhatod egyebek, csak én, amikor ezeket a magasztosságokat hallottam, azt mondja, hogy a zen az egy annyira borzasztó irányzat, mert magadból küldesz ki inkább dolgokat. Tehát, hogy küld el a saját hülyeségedet, küld el a korlátottságodat, küld el, és akkor majd bejönnek ezek az aspektusok, de előtte nem. Előtte a csittád tele van a karmáddal. A Mahajánában, amiket mondtál, az archetipikus valóságot bodhiszattvák testesítik meg. Tehát Manjushri a bölcsesség bodhiszattvája, ami a gondolkodásodnak mondjuk az üveghangra kihúzatott változata, Avalokiteshvara, naponta azért sokat leborulunk előtte, a te tárgyiasított, megtestesített együttérzésed, amely az érzelmi rezdüléseidnek a legmagasabb frekvenciája, a beszéd, amely az igazság és a fogadalmak helyes útjának a követés. Egyébként az akaraterőd záloga, az Jijang Bosal, azaz Kshiti Garba Bodhisattva. Ő előtte is naponta háromszor, hogy legyél szíves igazat mondani. Tehát minden, ami a te pszichédben, mint archetipikus valóság szerepel, azt okosan a Mahayana bodhisattvákban testesíti meg, de hogy Samantha Bodrát ne hagyjam ki, ő Bojon Bosal, ő pedig a cselekedet. Hát az úgy Magyarországon nagyon sokat még kíván, hát ő előtte még többször, hogy meg is tedd, és helyesen tedd, ne csak magadért tedd, helyesen tedd, precízen tedd, világosan tedd. És ekkor Kshiti Garba, Samantha Bodra, Avalokiteshvara és Manjushri benned egy egységet alkot, mint a személyiségednek a négy legfontosabb aspektusa. És hogyha ezeket te tárgyasítod, és naponta tiszteled őket, leborulsz előtte, stb., az nem egy vallásos külső aktus, és itt csatlakozom a nézőponthoz, hanem a pszichédnek egy tisztítása különböző eszközökkel. A saját integritásodnak a helyes átélése egy nagyon-nagyon nagyszerű, dinamikus panteon segítségevel. Hát akkor már csak a csésze marad. Eckhart mester, Európa, középkor, mit mondott? Öntsd ki a világi gondolataidat, öntsd ki a negatív, öntsd ki a nevek és formák világát a csészédből, és amit alul látsz, az Isten. Mit mond a jóga? Jógás citta vritti nirodha. Az elmeváltozások megszüntetése a jóga. Ekkora látó önmagában honol. Máskor a gondolat mintákat veszi föl. Létrejön az egyéni személyiség. Tehát egyszerűen, amikor a bögrét kiöntötted, megtudod, hogy ki vagy. Csak az az egyetlen egy baj van, hogy akármilyen istenképet faragtál magadnak, csalódás fog érni. Nem lesznek mennyországba bejáró kapuk, mert ha lennének ilyen kapuk, akkor nem vagy a mennyországba, ugyanis ott nincsenek nevek, nincsenek formák, tehát valahova máshová mentél, soha ne feledd el. Tehát amikor hazaértél, akkor a csésze kiöntve, és meglátod önmagad. Ha van kérdés, szívesen válaszolunk. Jó, megpróbálom. Tehát, hogyha nincs a mennyországban kapu, és nincs forma és név,
Akkor mégis hogy hívom be ezeket az istenségeket név szerint, amit említettél a koronacsakrán keresztül? A durva formákból elindulsz a finomabb formákig, és olyan szépen felolvasta itt a Sunim, hogy amikor az elméd tisztasága azonos az önvalód tisztaságával, azaz elcsendesedik be, akkora csend jön létre benned, akkor hazatérsz önmagádhoz. Tehát ezek úgy képzeld el az egészet, hogy ott azt nézd meg, azt a légkondit föllátod? Azt nevezzük tiszta tudatnak, a buddhisták milyen kifejezést? Nirvánának. Nirvánának. Mondjuk. Tegyél oda egy létrát, mert szeretnél fölmenni hozzá, és minden létrafok egyre magasabb rezgésre fog vinni, és az egyik létrafogot elnevezed, most a joga világában maradok, Sarasvatinak, a másikat akárminek, Sivának, stb., és szép lassan mész fölfelé, és egyszer csak nem lesz se Siva, nem lesz se Visnu, se semmi, hanem abszolút boldogság lesz, időtlenség lesz, tiszta tudat lesz, és pontosan az elért abszolút boldogság azt arra kér, hogy te onnan ne gyere vissza, mert akárhova jössz vissza, csak rosszabb lesz, mint ott. Most abszolút boldog vagy? Szerencsére nem. Szerencsére nem. Akkor látom, hogy félsz fölmenni a létrán. Na most itt a kérdés az az, hogyha vannak lépcsőfokok fölfelé a létrán, amik nem a végső lépcsőfokok, azokat ki kell fűrészelni, azokat a lépcsőfokokat, vagy jó, hogy ott vannak? Mert különben soha nem érné fölre. Akkor maradjanak? Köszönöm szépen. Maradhat. Én is köszönöm.